köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő, eldőlt az orvosi rendelő helyszíne, hétfőtől nyitnak a bölcsödék az óvodák Szekszárdon. Energetikai fejlesztések, 400 millió forintból korszerűsödik két bonyhádi intézmény épülete. Lesznek táborok, Tolna megyében elkezdték szervezni a nyári programokat a szervezetek. Fesztivál helyett borterasz, pince látogatás, ismét szerveznek rendezvényeket a borászatok. Kizárólag az eredeti helyszínen, a szekszárdi Szabó Dezső utcában engedélyezi a Magyar Államkincstár orvosi rendelő építését a mostani tervek szerint. Ezt Ács Rezső, a város polgármestere mondta szokásos pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján. Ács Rezső arról is beszélt, hogy vasárnap újra kinyit a szekszárdi vásár, hétfőtől pedig a bölcsődék és az óvodák is a Tolnai megyeszékhelyen. A polgármester továbbá támogatja a helyi Fidesz frakció ötletét, ami szerint ingyenesség kellene tenni a helyi járatos buszközlekedést Szekszárdon. Pénteken még csak ügyeleti rendben fogadtak gyerekeket a szekszárdi bölcsödék és óvodák, hétfőtől viszont újra kinyit valamennyi intézmény Szekszárdon, nem csak az önkormányzati fenntartásúak. Ezt pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján jelentette be Ács Rezső, a város polgármestere. A döntést az indokolta, hogy néhány nap alatt 50-ről több mint 120-ra nőtt az ügyeletet kérő szülők száma. A helyi önkormányzat hétfőtől a bölcsödékben és óvodákban dolgozóknak szájmaszkot, gumikesztyűt, fertőtlenítőt, valamint lázmérőket is biztosít. A szokásos hétfői reggel nyitva zárás szerint lehet vinni a gyerekeket, annyiban lesz kicsit más, hogy több beengedő ponton keresztül engedik be a gyerekeket, és az épületbe valószínűleg a szülők nem tudnak most bemenni, hiszen szeretnénk, hogyha kontakt minél kevesebb lenne, és a fertőzés veszélyt tulajdonképpen teljes egészében kizárnánk. Ezzel együtt az ebédosztó pontok működése megszűnik Szekszárdon, vagyis hétfőtől már csak azoknak a gyerekeknek jár meleg ebéd, akiket a szüleik visszavisznek a bölcsödébe vagy az óvodába. Vasárnap már vásárt is rendeznek Szekszárdon. A térre 3 ponton keresztül lehet majd bejutni. A kapukban maszkot és kesztyűt osztanak, és kézfertőtlenítésre is lesz lehetőség. Az árusok legtöbbje pedig jelezte is, hogy ott lesz vasárnap a vásártéren. Ács Rezső hétértékelőjén a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelőről is beszélt. Azt mondta, állásfoglalást kért az önkormányzat a Magyar Államkincstártól, hogy át lehet-e helyezni az épületet máshova anélkül, hogy a város elbukná az állami és uniós támogatást. Egyértelműen leírták, hogy ennek a beruházásnak az áttétele más helyszínre az nem lehetséges, mert akkor vissza kell vonni a pályázatot és újra indítani az egészet. Ez pedig azt jelenti, hogy a következő 3-4 évben nem fog megvalósulni a beruházás. Ács Rezső szerint ez azt jelenti, hogy többé már nem kérdés, hol épüljön orvosi rendelő Szekszárdon. Legfeljebb már csak az lehet vitatárgya, hogy megvalósuljon vagy ne valósuljon meg a 4500 helyi egészségügyi alapellátását korszerűsítő beruházás. Ács Rezső arról is beszélt, hogy polgármesterként támogatja a Fidesz frakció ötletét, ami szerint ingyenessé kellene tenni Szekszárdon a helyi járatos buszközlekedést. A polgármester azt mondja, a mostani menetrend évente így is több mint 100 millió forintos kiadást okoz a városnak, a jegybevételek pedig ennek az összegnek csak a töredékét érik el. Szerinte, ha ingyen lehetne utazni, többen választanák a tömegközlekedést, mint a saját autók használatát, ezzel pedig Szekszárd nagy lépést tenne a fenntarthatóság felé. Ács Rezső szerint az ingyenes tömegközlekedést legkorábban ősztől az iskolai tanév kezdésekor lehetne bevezetni. Büntető feljelentést tesz Ács Rezső, Szekszárd polgármestere ismeretlen tettes ellen a szekszárdi strand élménymedencéjének állapota miatt, erről is pénteki hétértékelőjén beszélt. A település vezető szerint elképzelhetetlen, hogy egyetlen tél alatt ment tönkre annyira a szekszárdi strand élménymedencéjének burkolata, mint amilyen állapotban most van. Szerinte szándékosan bontották vissza a burkolatot. A polgármester azt mondja, Malomsoki Krisztián, a szekszárdi sportközpont vezetője, elküldte neki a javításra bekért árajánlatokat, amiket ő továbbít a Városgazdasági és Városfejlesztési Bizottságának, hogy a munkálatokat minél előbb el lehessen kezdeni, a strand pedig nyithasson július 1-én. Ács Rezső ugyanakkor kiemelte, hogy nem hagyja annyiban a szerinte szándékos rongálást. Aki szándékosnak átokoz a városnak, annak meg kell, hogy legyen a következménye, és kell, akkor büntetőeljárás keretében kell, hogy elmarasztalják őket. Én hozzám ilyen igény az elmúlt 2,5 hónapban, hogy beszeretne valaki menni azért, hogy a csempéket leverjen, nem érkezett. Én ezt nem engedélyeztem, senkinek sem. Hogy a sportközpont új igazgatója ezt az engedélyt megadta, ezt nem tudom megmondani. Őszinte remélem, hogy nem, hiszen ez egyértelműen a közvagyonnak a
rongálása. Nem csak Szekszárdon, hanem Pakson és Bátaszéken is kinyitnak az óvodák, bölcsödék a jövő héttől. Az intézmények a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek majd. Ma még csend és nyugalom uralkodik az intézményekben, de hamarosan ismét gyerekzsivajtól lesznek hangosak Pakson az óvodák és a bölcsöde. Március közepén rendelték el a rendkívüli szünetet ezekben az intézményekben, ám a legújabb kormányrendelet értelmében május 25-én újra nyithatnak. Az önkormányzat által fenntartott bölcsöde és óvodák ki fognak nyitni, és ismét a veszélyhelyzet előtti szokásos, normál menetrendben fognak működni. Minden egészséges gyermek előtt nyitva állnak a paksi önkormányzati óvodák és a bölcsöde. Nem csak az eddig ügyeletet biztosító székhely intézmények, hanem a tagóvodák is kinyitnak hétfőtől. Bátaszéken is hasonló a helyzet, hiszen itt a jelenleg 226 beiratkozott gyerekből 150-en már hétfőtől visszatérhetnek az óvodába. Az intézmény a veszélyhelyzet ideje alatt sem hagyta cserben a gyerekeket és dolgozó szüleiket, hiszen ügyeletet tartottak. A veszélyhelyzet miatti biztonsági intézkedésekhez az önkormányzat nyújtott segítséget a fertőtlenítő és egyéb védőszerekkel. 30-35 közötti létszámunk van jelenleg. Egy csoportba 5 kisgyerek elhelyezése lehetséges. Ezt mi úgy oldottuk meg, hogy lehetőség szerint azokat a gyerekeket, akik egy csoportba járnak, mindenképpen egy csoportba tettük, hogy ismerősök legyenek, együtt tudjanak játszani. A kormányrendelet szerint a bölcsödék és óvodák nyáron 2 hét szünetet tarthatnak, de ezen kívül egész nyáron fogadják a gyerekeket. 400 millió forintból 2 az oktatással összefüggő épület energetikai korszerűsítésébe kezdett Bonyhád. A fejlesztésre a területfejlesztési operatív program keretében kerül sor, mely a tervek szerint az iskola év kezdéséig be is fejeződik. Sem esztétikailag, sem pedig energetikai értelemben nem nevezhető korszerű épületnek. Nem véletlenül ugye erre esett a városvezetőnek a választása, hogy ez az épületet ideje felújítani. A bonyhádi iskolások ebédje készül ebben a 80-as éveket idéző épületben. Ez is, ahogy az egykori 2-es iskola épülete is megérett a felújításra, mondta Farkas Attila, a Bonikon NKFT ügyvezető igazgatója. A legkorszerűbb követelményeknek megfelelő nyilázárókat fogjuk beépíteni, a régieket cseréljük ki, mind alumínium, mind pedig műanyag tokozatról beszélünk. Az épületek teljes homlokzati felülete, illetve a lapostető szigetelése, hőszigetelése meg fog történni. Napelemeket helyezünk el mindkét épület tetején, illetve fűtés korszerítés keretén belül pedig a kazánok cseréjére is sor kerül, illetve különböző kisebb-nagyobb csővezetékeket is pótlunk. A konyha bár e pillanatban is üzemel, a Bonikom szakemberei úgy tervezik, az új iskolai elindítására elkészülnek a munkálatokkal. A 2 épület felújítása 400 millió forintba kerül, melyet a területfejlesztési operatív programból nyert pályázatból finanszíroz majd Bonyhád város. Napközi táborokat biztosan lehet szervezni, az ott alvó szervezésről még nincs hivatalos kormányzati döntés. Tolna megyében is elkezdték szervezni a nyári programokat a sportegyesületek, kulturális központok. Vannak azonban még bizonytalansági tényezők. Intézményi hatáskörben napközi táborokat lehet szervezni a járványügyi szabályok betartása mellett, jelentette be Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár még szerdán. Az ottalvós nyári táborokról szólva azt mondta, még zajlanak az egyeztetések, azokról a jövő héten tájékoztat majd a kormány. Szerde este mégis megjelent a kormányrendelet a magyar közlönyben, aminek értelmében június 16-ától a gyermek és ifjúsági táborok napközi és ottalvós szervezésben egyaránt megtarthatóak. Tolna megyében is elkezdték szervezni az iskolák, sportegyesületek, kulturális központok a nyári táborokat. A KSC Szekszárd elsőként reagált az enyhítésekre, és a múlt héten meghirdette a kosárlabda táborukat, ahol szinte azonnal betelt a létszám. 31 alsós lány sajátítja el a kosárlabdázás alapjait június közepén Szekszárdon a sportcsarnokban. Ez nem itt alvós, hanem nyilván napközis jelleggel is igyekszünk mi is majd minden szabályt betartani, de úgy gondolom, hogy ez a szülőknek óriási segítség. Az augusztusi, hát bonyhádi táborunk még kérdéses, hanem akkor napközis jelleggel augusztus 10-től szintén táboroztatni fogunk, vagy Bonyhádon, vagy Szekszárdon. Az UFC-nél még nem tudták megmondani, hogy tartanak-e napközis és ott alvós
futballtábort, és ha igen, mikor és milyen körülmények között. Erre vonatkozó utasítást még nem kaptak a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. A Babits Mihály Kulturális Központnál azonban készülnek a gyerekek fogadására. A Mesterségek Mestere tábor június 22-től, Hercegnő tábor június 29-től, Varázsecset rajztábor július 6-ától, Grimaszka tábor július 13-ától, Szuperhős tábor augusztus 3-ától, és Kézműves Alkotó tábor augusztus 10-től várja majd a kedves érdeklődőket, a kedves gyermekeket és a szüleiket. Zsikó Zoltán reméli, hogy hamarosan kiderül, kinyithatnak-e a kulturális központok, akkor dől el, hogy mi lesz a nyári napközis táboraik sorsa. Újraindul az élet a szekszárdi borvidéken is, kezdenek nyitni a pincészetek, újra fogadnak vendégeket az éttermek, szerveznek pincelátogatásokat a borászatok. A szakemberek azt mondják, a tavalyi forgalom 70-80%-ára számítanak az idén. Hatalmas a tömeg a tavalyi szekszárdi szüreti napokon, több mint 70 ezeren fordultak meg a tolnai megyeszékhelyen. A helyi pincészetek és a szekszárdi borvidék éves rendezvénye azonban idén valószínűleg ebben a formában a koronavírus járvány miatt elmarad, bár egyelőre nincs hivatalos döntés ebben. Ha ez így lesz, a két hónapos leálláson túl nagy bevétel kiesést jelent a borászatok és vendéglátósok számára. Ahogy az is, hogy a ballagásokat, esküvőket eddig nem lehetett megtartani. Ezért, amint a kormány enyhített a korlátozásokon, kinyitottak az éttermek, pincészetek, és több rendezvényt szerveznek a tulajdonosok, amire, úgy látják az előzetes regisztrációk alapján, hatalmas az igény. Ez lesz a hivatalos nyitó rendezvénye borvidék turizmusának. Csillag Sándor, a Lajvér borbirtok rendezvényeiért felelős vezető, a pünkösdi hétvége szekszárdi rendezvényeiről beszél. Bár a pünkösdi fesztivál elmarad, a pincészetek kinyitnak és fogadják a vendégeket. Lesznek olyan napok, amikor többen fognak jönni, talán a legkiemelkedőbb a szombat, illetve a vasárnap lesz. Igyekszünk limitálni úgy a létszámot, hogy a rendelkezésre álló belső több száz négyzetméteres területünk, illetve hál' Istennek a külső több ezer négyzetméteres területükön úgy tudjuk elosztani a vendégeket, hogy a megfelelő védőtávolságot tudjuk tartani. A bodri pincészetnél is nagy a sürgésforgás. Nem kellett visszavenniük a dolgozókat, mivel el sem küldték őket. Gőzerővel készülnek a hétvégi és a pünkösdi rendezvényekre. Sokan érdeklődnek ezek iránt, ráadásul már nem csak kint, hanem bent is tudják fogadni a vendégeket. Ezért is gondolkodnak egy boros rendezvény szervezésében Szekszárd főterén, amennyiben elmarad a szekszárdi születi napok, de ez egyelőre csak egy terv, mondja Bodri István. A születnapok, hogy lesznek, vagy nem lesznek, azt nem tudjuk még, de mi szeretnénk, ettől függetlenül nem is lesz egy születnap rendezvény sorozat, de szeretnénk nyitott pincéket és egy borudvart csinálni a főtéren, de ez még terve van, a borászok tervébe van, nem tudjuk, hogy sikerül vagy nem sikerül, de ha ez nem lesz meg, akkor is minden pince szerintem nyitva lesz, és ilyen pünkösdi hétvégés nyitott pincét csinálunk az őszi hétvégén is. A pincészeteknél a tavalyi forgalom 70-80%-ára számítanak az idén. Lopni indult, végül erőszakos rablás lett belőle, tusfürdőket próbált magával vinni egy dombóvári üzletből egy helyi férfi, csak hogy amikor a bolt alkalmazottai számon kérték, ő egyszerűen megütötte egyikőjüket. A tolvajból lett rabló, most akár 8 év börtönt is kaphat. Ebben az áruházban követte el a rablást a 43 éves dombóvári férfi. Eredetileg csak lopni akart, nem is akármit, egy tucatnyi tusfürdőt pakolt a ruhája alá. Ezt a kamerákon észlelték, és a férfit megpróbálták feltartóztatni az üzlet bejáratánál, azonban összetűzésbe keveredett az üzlet két alkalmazottjával, amikor szóváltás alakult ki közöttük. A tolvaj az ellopott tusfürdők közül kettőt visszaadott még az üzletben, azt viszont rosszul tűrte, hogy számon kérték a tisztálkodó szerek miatt, ezért ököllel orrnyergen ütötte az üzletvezetőjét, majd sietősen távozott. A férfit otthonában elfogták, majd előállították a rendőrségre, és az elszámoltatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. A férfit rablás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a dombóvári rendőrök. A lopásnak induló rablásért a dombóvári férfi alapesetben akár 8 év börtönt is kaphatna, csak hogy úgy tudjuk, nem régen kedvezménnyel szabadult a börtönből, ezért most a korábban elengedett büntetéssel is számolnia kell majd az ítélet hirdetéskor. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Mennyibe kerül a pécsi védekezés? Vita a milliárdokról az online közgyűlésen.
Oktathatnak és vizsgákat is tarthatnak az autós iskolák, a kényszerszünet meglátszik a tanulók teljesítményén. Alig jött ki a börtönből, már is lopás sorozatba kezdett, fegyház várhat a pécsi bicikli tolvajra. Nem érti az ellenzéki politikus, hogyan kerülhet 2,5 milliárdba a koronavírus elleni védekezés Pécsen. Ez derült ki a képviselőtestület online konzultációján kedden. Kővári János azt mondja, semmilyen konkrét kimutatást nem látott a veszteségekről, a védekezés költségeiről. Attól tart, hogy ezt a pénzt a városi intézményektől vonják el. A városvezető oldal szerint csak átmeneti időszakról van szó, amire egy 2 milliárdos keretet képeznek, a pénzt pedig megtérítik központi forrásokból. Több mint 2,5 milliárd hiányt okoz a pécsi költségvetésben a koronavírus járvány. Erről tájékoztatták a képviselőket a közgyűlés online konzultációján kedden. Az ellenzéki képviselő nem érti, hogyan számolták ki ezt az összeget. Sokkal kevesebb busz közlekedett, a kiadás is kevesebb volt. Ha a kultúrás intézményeket nézzük, ott ugye programok nem tudtak megvalósulni. Általában ez a jelentősebb költség az intézményeknél, nem a bérek költsége. Tehát magyarul még kevesebb is kellett, hogy rájuk menjen, mint egyébként normál időben. Sajnos ez igaz a többi intézményre is, tehát egyszerűen nem értjük, hogy a 2,5 milliárd forint az mire ment el, vagy mire menne el. Én ezt csak nagy Houdini tervnek hívom. Ráadásul a pénz fedezetét olyan intézményektől vonják majd el, amelyek a pécsi családokat segítik, mondja a politikus. A 2,5 milliárd forintot nem lehet az óvodáktól, bölcsödéktől, kulturális intézményektől, szociális intézményektől átcsoportosítani, hiszen ezekben akkor gyakorlatilag az ellátások nem tudnak működni. Igaz, hogy az elmúlt 2 hónapban talán kevesebb kiadásuk volt, de ennyivel biztosan nem. Úgyhogy mi ezt igazából egy ilyen illúziókeltésnek látjuk, és rendkívül kockázatos elképzelésnek. Jelentős bevételkiesés érte a várost a múzeumok, állatkert, Zsolnai negyed leállásával vagy a buszjegyek eladásánál ingyenes parkolás miatt, mondja a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester. A veszteség 3 részből tevődik össze. Az első az a közvetlen védekezési költségek, ugye ezek a védőeszközök, felszerelések, a futó és a lejárt közbeszerzésekkel együtt július 10-ig a beszéseink szerint egy 300 millió forint összeget tesz ki. A másik tétel, ugye ami nagyon jelentős, az az önkormányzati cégeknél erre a 4 hónapra tervezett bevételkiesés. Ez tesz ki 4 hónap vonatkozásában, az előzetes beszések szerint 2,5 milliárd. Nem a pécsi intézményeknek jut kevesebb, ha ezt a 2,5 milliárdot biztosítani akarják, mondja az alpolgármester. A lényege, hogy ez egy felfüggesztés, tehát itt sem költségvetési elvonásról, vagy egyéb hasonló jellegű intézkedésről nincs szó. Itt azt mondjuk, hogy ezeket a kiadási tételeket közel 2 milliárd forint értékben a város a költségvetésen belül felfüggeszti augusztus 31-ig. A gazdasági újranyitásra tekintettel bizonyos bevételek várhatóan nőhetnek, lehet, vagy más típusú támogatásnak révén kap forrásokat a város, kormányzati vagy EU-s forrásokból, és azt gondoljuk, hogy a védekezési költségek is megtérítésre kerülhetnek. Olyan dologi és személyi kiadások kifizetését függesztik fel, amelyek a veszélyhelyzetben indokoltak. Ez képez most 2 milliárdos biztonsági tartalékot augusztus 31-éig, mondja Ruzsa Csaba. Második hete oktathatnak újra, és vizsgákat is tarthatnak a vidéki autós iskolák, hétfő óta pedig már a fővárosiak is. A 2 hónapos kényszerszünet a tanulók teljesítményén is meglátszik, hiszen a vizsgák fele sikerült csak az újraindulás óta. B-kategóriás jogosítványt szeretne szerezni Gondi Péter. Még gyakorol, de hamarosan vizsgázni fog, természetesen maszkban, kesztyűben. Nem maradt volna el vizsgám, még csak a vezetés elején jött be ez az egész, de azért elég nagy hátrány volt a nagy kihagyás, de már alig vártam, hogy újra kezdjen, és akkor most végre megint lehet vezetni, járni. A gépjármű szakoktatók nem is gondolták volna, hogy ekkora visszaesést jelent majd a tanulóknak a 2 hónapos kényszerszünet. Többször jöttek vezetni, ők is érezték, hogy több órára van szükség ahhoz, hogy jól felkészüljenek a vizsgára. Hát itt az elején ilyen 50%-os sikerrel tudtunk vizsgázni, de remélhetőleg most már folyamatosan tudunk dolgozni. Egy kategóriával feljebb vagyunk. Solti Mihály éppen C kategóriában vizsgáztat. Van egy úgynevezett minősítő lap, amilyen hát vannak hibapontot érők, amiben lehet 10 darab, de kérdése, illetve kitétel az van, vagy 30. És a másik oldalon van 2 sor, aminek a tetején azt írja, hogy sikertelenséget okozó hiba. Tehát abból egybe csúszik
vége. Ez pedig már a D, azaz a király kategória. Egyre többen szeretnének autóbuszt vezetni, és sofőrként elhelyezkedni ebben a szakmában. Azt lehet mondani, hogy túlnyomó részt egészen ügyesen veszik az akadályt, úgyhogy hála jó Istennek ezzel nincsen gond. Csütörtökön 8 vizsgát tartottak ebben az autós iskolában. Náluk csak nem 300 fő várt arra, hogy újra volán mögé ülhessen. Bizonyos feltételek mellett, ugye, tehát mind a tanulónak, az oktatónak, illetve a vizsgabiztosnak is szájmaszkot, illetve gumikesztyűt kell alkalmaznia, valamint a tanulónak egy nyilatkozatot is ki kell töltenie, csak így indul el a vizsga. A kényszerszünet több millió forintos bevételkiesést jelentett az autós iskoláknak. A koronavírus világjárvány miatt egy időre leálltak a jogosítvány megszerzéséhez kötelező elsősegélynyújtó tanfolyamok, azonban a korlátozások fokozatos feloldása lehetővé teszi, hogy újrainduljon a képzés és a vizsga a Magyar Vöröskeresztnél, és így a Baranya megyei szervezetnél is. Az óvintézkedések betartása itt is fontos lesz. Ezt az oktatótermet 30 fő befogadására szánták eredetileg. Mostantól ennek a felénél kevesebb tanfolyam hallgató tartózkodhat itt egyszerre. Távolabb ülnek majd egymástól, és hogy mindenkire sor kerüljön, ezért több részletben történik az oktatás, mondta Udvaros Renáta, a Baranya megyei Vöröskereszt megyei igazgatója. Most ugye a szakmamódszertani utasítás az, hogy 2 méteres távolságot kell az emberek között hagyni, tehát én most azt kértem a kollégáimtól, hogy úgy rendezzük be a vizsgakabinetet, hogy másfél-két méterenként egy-egy széket tudjunk letenni, tehát így a 30 fős tanfolyamokat is 12 fős tagságot, tehát létszámmal tudjuk megvalósítani, amit most pénteken és szombaton már megkezdünk. Június 2-ától ismét lehet elsősegélynyújtó vizsgáztatást tartani. Ez a vizsga a jogosítvány megszerzéséhez nélkülözhetetlen. Ennek alkalmával pedig csak 2 fő mehet be a terembe a vizsgáztatókon kívül. Mindez érthető módon több időt vesz igénybe, mondta a megyei igazgató. Május 25-től pedig újból lehet telefonon regisztrálni, ugye időpontot kérni a vizsgákra. Mi most azt kértük, ugye a vizsgaelnököt mindig az országos mentőszolgálat adja. Azt kértem az országos mentőszolgálattól, hogy a felhalmozott mennyiséget úgy tudjuk lecsökkenteni, lefaragni, hogyha kedszerda csütörtöki napon tudnánk elsősegélynyújtó vizsgákat lebonyolítani. Az újraélesztéshez szükséges ambubaba is maszkot kap, és mindenki után lecserélik, illetve fertőtlenítik, teszi hozzá a megyei igazgató. Nagyban tevékenykedett az a bicikli tolvaj, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. Az elkövető alig hagyta el a börtönt, már is újra kezdte régi szakmáját. Egy hónap alatt 18 kerékpárt kötött el, a visszaeső bűnöző most előzetesben várja a tárgyalását. Munkában a bicikli tolvaj a biztonsági kamera felvételén. A férfi éppen ilyen bűncselekmények miatt ült korábban. Kiszabadulása után már másnap, tavaly júliusban kerékpárukat tulajdonított el, így Pécs különböző pontjairól. Lakásokba, illetőleg lépcsőházakba ment be, ahonnan elsődlegesen kerékpárokat tulajdonított el, és ezeket a későbbiekben értékesítette. Kevesebb, mint egy hónapot volt szabadlábon, ugyanis egy hónap elteltével ismételten őrizetbevételére került sor. Ez időszak alatt 18 sértetnek összesen több mint 1,5 millió forint kárt okozott. Több rendbeli lopás büntette miatt emelt most vádat ellene az ügyészség. A férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van. A vádhatóság letöltendő szabadságvesztést kér a többszörösen visszaeső elkövetőre. A bűncselekmény büntetési tétele egyébként 3 évig terjedő szabadságvesztés, ez a halmazatra tekintettel akár 4,5 év maximum büntetésre is sor kerülhet. Nyilvánvalóan itt az előéletét is figyelembe véve az ő vonatkozásában az ügyész indítvány is, hogy végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására kerüljön sor. Ezt fegyházban töltené le, ha a bíróság is úgy ítéli meg. A férfi egyébként 43 éves, hajléktalan életmódot folytatott. A kerékpárlopásokból volt pénze. A nyomozás során azonban az nem derült ki, hogy kiknek adta el és mennyiért az ellopott bicikliket. És végül nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Hétértékelő, eldőlt az orvosi rendelő helyszíne, hétfőtől nyitnak a bölcsödék az óvodák Szekszárdon. Energetikai fejlesztések, 400 millió forintból korszerűsödik 2 bonyhádi intézmény épülete.
Lesznek táborok, Tolna megyében elkezdték szervezni a nyári programokat a szervezetek. Fesztivál helyett borterasz, pince látogatás, ismét szerveznek rendezvényeket a borászatok. Szombaton borongós, esős idő valószínű, vasárnap, hétfőn és kedden változóan felhős napos idő mellett elszórtan fordulhatnak elő záporok, főként keleten zivatarok. Kissé hűvös lesz és erős északi, északnyugati szél fúj. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!